Halló? Halló? Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Igen, megnézem, hogy itt vagytok-e, mert ebben soha nem lehetünk biztos. Vannak, itt igen? Vannak. Igen? Nálad ott vannak? Nálam nincsenek itt, úgyhogy ez nem lehet tudni, mi lesz. Meg is leveszem a fényerőt. Vedd le, nem látom, megvakulsz korán reggel. Igen, hát túl sok ez nekem. Chat. Jó reggelt. Na hát. Na. Minden reggel. És milyen szép, érted? Ki tud jó reggelt? Ez kedves. Ennyi. Jó reggelt, srácok. Jó reggelt. Mindenkinek boldog szerdát kívánunk. Ezen a borús, de nem melegebb napon. Igen. Borús az idő, de meleg van. Igen, írta, annyira szeretem, mikor így írja az időjárás app, hogy tudod így, tök jó idő van, de tudod, lehetnek megszakítások ilyen viharok miatt, tudod. Thunderstorm warning, meg mit tudom én van most. Nem baj. Megnyitod az appot, nem fog esni. Akkor valami más Thunderstorm lesz, de nem is ez a lényeg. Valahol van Thunderstorm. Igen. Igen, igen, igen. De igen. Itt nem lesz elvileg. Jaj, bazd meg, nem hiszem el, egyszerűen. Mit történt? Hát sem, hogy le kell tisztázni. Mert megőrülök. Igen, srácok, ez az iPad Pro lemerült. Ez a másik, ami az enyémé, szintén, és az van itt. Csak hogy nehogy már, úristen, mi történt? Nem, ezek a legfontosabb kérdések korán reggel, bazd meg fél kilenckor, hogy mi történt. Nem lett új iPad, nem vettem azért ma reggelre új iPad-et, hogy legyen téma, hanem az most lemerült, ezért most ez van itt. Oké? Okay? Na, köszönöm. Korán reggel. Kellene ide valami AR kijelző. Itt menne a chat. Itt menne a chat, így néznénk? Tudod, csak így a térben. De csak mi látnánk? Persze. Szemből már nem látszik, csak mi. Ez nem hülyeség, várjál. Egy ilyen üveglapot. Egy üveglap. És akkor azon meg lehet csinálni. Meg. És akkor tudod úgy törni meg a... Fú, azon úgy nagy. Vagy beülnénk, tudod, mind a ketten egy ilyen fostos szar, tudod, ilyen 4 évvel ezelőtt ilyen okos szemüvegbe. Egy Google Glassba, és tudod így végig. Hát abba nem, mert az a csetet nézel, akkor így nézel, tudod. Az nem látnál a chatet. Meg ide kéne hívni valami Linux varázslót, hogy megcsinálni. De látszana benne a chat, csak mondom, jobb felső sorokban így. Végig így lennénk. Aha, látom, jó reggelt. Így van, na mindegy is. A lényeg az, hogy talán az a, mondjuk az pont az Epson fos jutott eszembe, az a tökéletesen lehetne olvasni a chatet, és akkor így ülnék, tehát, mint két fogyatékos. Tényleg. Hát, most is hasonló, de most nem ez a lényeg. És akkor talán az lenne, hogy... Tehát, ja, akkor azon, hogy hol de lett az iPad. Szerezni. Amúgy már lehet, az eBay lehet venni pár száz dollárért. Én nem tudom, Jani, de az az igazság, hogy ahogy telik az idő, meg ahogy változik a technológia, meg ahogy látjuk, hogy rakta le az alapköveit, az a sok minden, ami a technológiába ugye előre vit minket, én egyre ilyen, hogy is mondjam, szélsőségesebb vagyok. Ezek kellenek. Így tudunk fejlődni. Ebben igazad van. Ezek mérföldkövek. De bazdmeg így nem tudom. Tehát, hogy, senki se gondolta komolyan az Epson szemüveget. Senki. Mert hova vezetett? Sehova. Zsák utca volt. Igen, de figyelj, de az a durva, hogy a termékkel nekem nincs bajom. Érted? Ez egy próbálkozás. Hát az. De azok, akik el akarták adni. Jú, te! Az más kérdés. Az ott a legkirály. Tehát akik már azon gondolkoztak, hogy tudnának belőle venni 100 darabot. Igen. Hogy eladják. Igen. Hogy így fogunk tervezni. És akkor képzeljétek el annyi, hogy felvettétek azt a szemüveget, és így ilyen 640x480-as kijelző volt közében, ami kitakartam, amit látsz. Gyakorlatilag igen. Annyi volt. Tehát nem volt túl sok gyakorlatilag. De valamilyen szinten átlátszó volt. Tehát azért át lehetett vagy találni, igen. Raktározási szoftvert fogunk írni hozzá, QR-kódok lesznek a dobozokon, a raktáron, és akkor így nézel szét, felismeri a QR-kód alapján, hogy mit tudom, csavar. Persze. Ez igen, mert amúgy ráírni a dobozra, hogy csavar, az egy fasság. Felismeri egyszerre a 800 MHz-es processzorával. Igen, de nem az a lényeg, érted? Egy ekkora QR-kódot nyomtatni, amit a szemüveggel olvas 2 méterrel, az úgy oké. Mert az jövő. Ráírni a csavar, az... Tehát, hogy egyből lássad, az puszta szemeddel, az... Milyen köcsök csinál ilyet? Nem. Csak QR-kód. Csak QR-kóddal, és akkor ahogy ránézel, a szemüveg egy megváltozik csavarra. Pontosan. Ez az. Szóval, nem tudom, őszintén nagyon-nagyon sok technológia van, amivel kapcsolatban például én is izgatott lettem, és végül úgy forogta ki magát, hogy hát, nem lett annyira nem jó. Nem annyira jó. Bár még az AR szemüvegeket ne ássuk el, mert pletykák vannak. Vannak az AR szemüvegekről pletykák. Itt igazából, tehát a funkcionalitás lesz a kérdés. Tehát az, hogy pontosan mire lehet használni, mert én úgy gondolom, vagy legalábbis jelenleg ezen múlt. Igen. Nem volt mire használni. Igen, tehát semmire nem volt semmi mire használni, mert nem volt semmi értelme, így van. Nekem az a problémám az okos szemüveg fejlesztéssel kapcsolatban, hogy jelenleg, ugye a legtöbb dolog, amit egy okos szemüvegtől vársz, realisztikusan, Jani. Tehát most én tudod, elképzelik az emberek, igen, tudod, a Terminátorról, hogy megmondod, hogy atya méretet, mikor le akarod ütni a motoros gyereket, hogy le tud venni róla, az nem lesz.
Realisztikusan ez egy ilyen notification mirror akar lenni, ugye? Ez az. Tehát amikor rajtad van a szemüveg, akkor látod az értesítéseidet, esetleg el tudod olvasni tudod az üzenetedet, GPS, gyalogos GPS, mm-hmm. Hát, amit annak idején Google Glass-el reklámoztak, vagyis az a CGI videó, amit készítettek róla. Az jól nézett az ki. Az nagyon jól nézett ki egyébként, igen. Igen. És, de nagyjából ezt várnánk tőle, mm-hmm. Nem? De hát, masszorosan. Oké, most azt, hogy ugye AR-ben el tudja helyezni mondjuk a jelöléseket, vagy mondjuk nem így mutatja, hogy előre menj, hanem így, meg érted, mm-hmm. Ezeket várnánk tőle. Na de, notification tükrözésre jelenleg már egy elfogadott dolog, és egy rendkívül népszerű dolog, az óra. Igen, ez szokatom. És ezt nagyon sok ember megszokta, nincs útban teljesen, így is tudod ilyen... Várj egy kicsit. Hát de nem ezt? Egy nagy dolog így ránézni. Igen, ugye? De így is szociálisan egy kicsit fura. Tudod, hogy állandóan az órádat nézed, még mindig van egy ilyen kis... Ja, az benne van. Azt, hogy szemüvegben képzeld el, amikor így ülnénk, és beszélgetnénk, ezt a hallgatók nem látják, tudod, és akkor így ülünk, és akkor mit tudom én így... Egy dolog, hogy szevasz, Jani. Mi a helyzet, minden oké? Pillanat. Eleve az emberek nagy része, tudjátok, ilyen mély finkból próbálja összerakni a Führerliszt a fejében, miközben beszélsz vele. Tehát annyit ért meg abban, amit mondasz. Mm. És akkor még hozzáadod azt, hogy közben lásson is dolgokat. Hát senki sem fog figyelni, de mindegy. Persze. Nem, amúgy ez igaz, én is jártam így. Az egyik nagymamámmal beszéltem, és közben kaptam notification-eket, és így néztem, és így kezdtem. És nem kérdeztem, hogy van, sietsz? És tudod, és akkor mondom, hogy nem. Ilyen szociálisan nagyon furcsa helyzeteket tud teremteni az, hogy az órádat nézed, és akkor tudod, a másik ember az annyira azt hiszi, hogy untat, vagy nem tudom, vagy úgy tesz, mint aki nem tudja, mi az az okos óra, nem tudom. De az a lényeg, hogy furcsa az okos óra is. És őszintén én úgy gondolom, hogy ha csak és kizárólag erre lesz jó a szemüveg, nem beszélve arról, hogy az órának még ettől függetlenül rettentő sok tulajdonsága van, tudod, a biometriai adatok, stb. Amit a szemüveg nyilván nem tud, akkor nem lesz elég. Tehát akkor lesz az okos szemüveg, amikor kitalálnak hozzá valami olyan plusz hozadékot, ami királyság. Mert azt elhiszem, hogy mit tudom én, szűk felhasználóköröknek jó. Mondjuk akik két kézzel dolgoznak, igen. Vagyok veszélyes terepen, és nem tudnak állandóan nézegetni az órájukra, azoknak királyság. Érted? Igen. Az, hogy van egy beépített headset vele, királyság. Tök jó. De önmagában én azt gondolom, hogy az óra az egy kibaszott jó megoldás erre. Tudod, sportoláshoz használják, mindenféle szar, az is tökéletesen működik. Bevált, millió márka csinálja, stb. Uh-huh. A szemüveg az egy másik dolog. Mondom, szerintem mirrornak nem lesz elég. Ott valamit még szerintem ki kell találni hozzá. Hát az, hogy kapod a notification-öket, az nem egy olyan eladási ér. Nekem az az ötlet tetszett baromira, amit a Microsoft HoloLens akart csinálni, ami azért egy nagyobb számítási teljesítmény, uh-huh. Hogy ugye AR-ben felismeri, ugye rajtad van a szemüveg, látod a valóságot magad körül, és felismeri ugye a falakat, stb., ami nem nagy szám, mert ezzel a lidargenyóval meg tudják oldani, és hogy ki tudod rakni a kijelzőket a falra. Uh-huh. Hogy érted, mondjuk kiteszel egy mondjuk tegyük fel, a konyhában éppen vagdosol, és az asztalra kirakod a receptet, a falra kirakod a, mit tudom én, a YouTube videót, ahol csinálja a néném, igen. A dolgokat, meg mit tudom én, kiraksz egy harmadik monitort, ahol látod, hogy milyen idő lesz. És akkor a három monitor külön van a falon, ugye megjegyzi a szemüveg, hogy hol kell legyen, uh-huh. És ahogy fordítod a fejed, úgy látod, úgy kerül a látóteredbe ez a dolog. Az ez királyság. Menni. Na jó, ez így jól hangzik. De most valaki, tehát itt jön a felhasználó, uh-huh. Aki elolvas egy cikket, vagy egy jó kis startupot, tudod, aki csinál egy CGI videót, és elképzeli, hogy ezt egy Ray-Ban formájú napszemüveg így meg tudja csinálni. Igen, ez a gond van. És ez a probléma, hogy nekem ez a bajom az okos szemüveggel. Érted? Hogy ha mondjuk, és ez csak egy dolog, ez most egy hülye ötlet, de ez van, ha ezt a funkciót például tudja, hát a pillanatban meg a szemüveg, vagy... Ja, amúgy tényleg, amúgy a HoloLens szerintem jó úton jár. Az jó úton jár, az egy sokkal nagyobb, az inkább sisak. Hát az inkább sisak, igen. De amúgy az, ami tehát az ötletek, vagy a felhasználási módok, amiket kitaláltak mögé, azoknak van értelme, tényleg. Igen, nyilván, csak mondjuk abban is elég hülyén néznek ki, tehát szerintem, mármint otthon. Tehát, hogy... De mondjuk itt a reggeli műsorban jól néznek ki benne amúgy. Fú, mint a Daft Punk, ami nincs. Ha összeér a design és a funkció benne, én azt mondom, hogy kurva jó dolgot lehet csinálni, csak nem tudom, mikor jön ez el. Hát én se. Most tudom, hogy pletykálják, hogy az Apple dolgozik ilyesmin. Na jó, de gondoljatok bele, hány kamera kell ahhoz, hogy ez így tökéletesen működjön. Igen, de ha hogy rakod bele egy Ray-Ban szemüvegbe, érted? Annál nagyobb lesz. Vannak most ezek a, láttátok? Vannak most ezek a szemüvegek,
amik tudod így headsetek. Uh-huh. Láttad? Van a, igen, igen, igen. Van igen, a Bose-nak, meg van a Razer-nek igen, most, igen, mert igen. Ugye amíg a Razer-nek nincs, addig a gamerek nem tudják, hogy van olyan, mint a Musk. Úgy van ilyen szemüveg. Uh-huh. Láttatok már ilyet? Jaja. Mindjárt megkeresem. Nem tudom, mi a neve. Nem gaming szemüveg, majd már van a Razer-nek. Ne, az... Razer Glasses. Anzu, azt hiszem, az a neve. Nézd meg. Aha, igen, 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 azt nekem is most beugrom. Anzu Smart Glasses. Smart Glasses, vigyáztam. Na, az. És akkor tehát gyakorlatilag egy ilyen szemüvegről van szó, aki nem tudja, hogy mi ez, keresetek rá, Razer Anzu. A-N-Z-U. Smart Glasses, és akkor ebből van, azt hiszem, round, meg square design, meg két méret, és akkor az a lényeg, hogy jó, vastagkeret, uh-huh. Azt van benne izé, füles, meg headset. Igen. Ennyi. Egy ilyen low latency audio, mikrofon, hangszórók, meg ugye szűri a kék fényt. Ennyi. Mert az nagyon kell. És elvileg ez a fülrezegtetős módot használja, tudod, a hang átadására. Szóval van egy ilyen cuccköszi a linket, srácok. Ami smart lesz, hiszen valahogy így képzelném el a prototípust, hogy biztos, hogy nem is a prototípus az első verzió, de ez legalább a szár vastag lesz. Az biztos, hát meg az aksit is valahol oda kell rakni. Hát igen. És csak a szárba tudják rakni. Hát igen. Úgyhogy igen, igen. Igen. Hát reméljük, hogy lesz egyszer valami értelmes ilyen termék. Igen. Mert amúgy ezt... menő lenne tényleg. Ebben nem tudom, mi a smart. Hát ebben nem tudom, mi a smart. Hát az a smart, el kell adni. Ez egy hang, mi az, egy fejhallgató szemüveg. Igen, amúgy mondom, a Bose-nak van ilyen, azt hiszem hasonló árban, úgyhogy nem tudom, hogy a jövőket, igen, a Razer azzal akarja eladni, a Razer. Igen, de a Bose-t azt lehet venni, szerintem itthon is. Már. Bose szemüveg? Be kell ütötni az agy helyére egy aksit. Ez egy ott van, nézd, ez a Frames? Vagy mi a gyíkom? Ez a Bose Frames. Hát akkor ez is többfajta dizájnban kapható, van ilyen Ray-Ban-es, meg mit tudom én, és akkor ezeket lehet. Még ebből is van, látod, ilyen köcsök formájú, mint a Razer-ből. Uh-huh. És akkor látod, ennek is ilyen vastag a szára. Hát gyakorlatilag, tehát szerintem ez az amúgy. Tehát ez egy rebrand. Szerintem is. De amúgy iszat undorítóan néz ki. Nem teszik neked? Nekem nem. Hát figyelj, ez nagyon is most olyan, hogy... De hát értem, hogy valamit valamiért, de akkor is. Figyelj, nézd, ott van az is feature, hogy véd az UV-től. Ami nem hátrány. Egyébként igen. De ezek ilyen $200 körül van egy ilyen. De nem olcsó. Igen, nem? Ott körül van. Hát most nem tudom, ezek, tehát ez is tudod, most nem akarok belemerülni abba a témába, amiről Balázsra tegnap beszélgettünk, de $200 az nagyon sok pénz. Hát ja. De a Ray-Ban napszemüvegek közül se olyan túlságosan drága az. Jó, mondjuk az igaz. Hogyha azt nézed. De lényegtelen, ezek mind próbálkozások. Szerintem sok értelme nincs egyébként ennek a napszemüveges fejhallgatós dolognak, mert nem gondolom azt, hogy manapság már tudod így ezek a kis vezeték nélküli fülbedugós fülesek feltűnőbbek lennének, mm-hmm. És tök jó, mert szemüveget is le tud venni, miközben hallgatod. De a modern technológiák közül talán a kiterjesztett valóság lesz nagyon-nagyon menő, hogyha egyszer eljön. Biztos vagyok benne, hogy hasonlóan a legtöbb ilyen dologhoz, ha mondjuk az Apple meg is csinálja a szemüveget, az első egy-kettő kegyetlen drága lesz, és kurva kevés dolgot fog tudni. Ez szinte biztos. Ja. De már nagyon drága lesz, az tuti. A mesterségesen is drága lesz, ugye az Apple amúgy is csinálja ezt, de kell a tesztfázis, az éles tesztfázis, vagy hogy mondjam. Szerintem, most viccen ki, hogy az Apple kidob egy ilyet, az van 1 millió, szerintem. Egy ilyen szemüveg? Aha. Hát én talán annyira nem gondolnék. Én simán el tudok képzelni, hogyha a monitor állványra gondolunk. Igen, de abból az... kiindulva. Igen, én nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy én szerintem, én nagyjából ilyen iPhone árba gondolkozok. Igen? Mm. Igen. Hát lehet, nem tudom. Igen. Szerintem nagyjából annyi. Hogyha lesz, és hát azért az is elég durva, hogyha belegondolsz. Habár... Nem tudom, mert mégis kijelző is, kamera is, mit tudom én. Hát annak drága lesz, aki nem tudja megvenni, ez egész biztos. Hát ez biztos. Meg szar is lesz, aki nem tudja megvenni, mert ugye, mivel nem tudja megvenni, ez egy szar. Igen. Meg felesleges, meg minek. És akkor utána ugye kezdődik a tegnapi téma, akkor rászáll azokra, akik vettek. Megvettél ezt a szart! Ivárom. 500 ezer lesz. Majd csinál az ETA is. Majd meglátjuk. Ja, persze, hát a Xiaomi... Az jó lesz. Nem, a Xiaomi vagy a Huawei-nek hamarabb lesz.
ezt mindenki tudja. A Google Glass mennyi volt? Nagyon drága volt a az Google drága volt. Hát az, az volt ilyen 300 ezer körül amúgy. Igen, ez az Explorer, 1500 szerintem dollár, vagy valami ilyesmi volt. Kurva drága. De ez még drágább volt. Jó, most mondjátok, hogy régi a technológia, hát nem tudjuk, az Apple mit talált ki. Senki se tudja. Meg nem is tudom, hát hogy a konkurencia mit fog kitalálni. Igen. Mint olyan. Jó kérdés, nem tudom. Majd... Majd kiderül. Majd kiderül. Meglátjuk. Lényegtelen, a lényeg az, hogy ha kijönnek ezek a technológiák és működnek, akkor ahhoz, hogy mindenkihez eljusson, és ahhoz, hogy elterjedjen, és ahhoz, hogy ebből valóság váljon, meg kell venni. Uh-huh. Ma az a baj, hogyha senki nem veszi meg, akkor nem ez belőle semmi. De általában ez a veszély nem fenyeget. Igen, mert általában szokták venni. Igen, ez a veszély nem fenyeget. Hát, olyan világban élünk gyakorlatilag, ahol most már olyan, fú, és most félre ne érts, oké? Okay? Ahol olyan dolgokért, amire az menő, hogy Xiaomi, tehát ilyen 3-400 ezer forintokat adunk esetenként. Bizony. Attól függ, hogy milyen beszerzés. Sőt, még lehet többet is. Igen. Még szerintem az is durva, hogy 150-nél többet ad valaki ezért, de ezt most úgy mondom, azért mondtam, hogy ne érts félre, hogy mondjuk jó pár évvel ezelőtthez képest. Ja, persze. De és mi történt közben? Igen. Semmi. Semmi. Amúgy igen. Tehát mi történt közben? Ugyanúgy fejlődik a hardware az összes készülékben. Vagy mondjuk ott van a OnePlus. Igen. Az is mondjuk az elmúlt 5 évben. Rengeteget drágult. 6 évben. Gyakorlatilag tartja a lépést, ugye, ugyanúgy az összes flagship-el, de a többi flagship nem lett annyival drágább. Drágábbak lettek azok is, de nem ennyivel. De most így, akkor miért csodálkozunk azon, tudod, hogy valami kijön és drága? Uh-huh. Mikor ilyen dolgokért megy a lóvé. Nem történik, vagy ilyen dolgokra költik az emberek a pénzüket. Nem nagyon történik semmi, egész egyszerűen eljut arra a szintre, hogy rájön arra, hogy prémiumként értékesíteni mindig jobb. Uh-huh. A cuccot. Hát figyeljetek, most... Igen, a többi flagship is jóval drágább azért, mint régebben. Erről már sokat beszéltünk. Igen, de nem annyira. Ezek voltak az olcsóbb opciók. Igen, persze. És most gyakorlatilag... Ugyanannyiba kerülnek, majdnem vagy még esetenként drágábbak is, ha például a Huawei-t nézzük példaképpen. És ugye most az, hogy a Huawei-jel történt ami, most gyakorlatilag a Xiaomi az, ami szerintem a következő 3 évben a helyére lép. Ez és ugyanúgy lesz 550 ezerért telefon, meg 800 ér is. Csak kelljen szétnyitni azt, abban a pillanatban ebből érte. Mondjuk abban igazatok van, hogy tény, hogy az kínai márkák sokkal, hogy is mondjam, elfogadottabbak lettek. Elfogadottabbak ez lettek? Biztos. Meg az, hogy érted, annak idején, amikor kijött az első OnePlus, vagy amikor bejöttek a Xiaomi telefonok, stb., akkor tényleg az volt, hogy most az iPhone-okról nem kell beszélni, hogy ugye a premium androidos készüléknél általában azért, most nem akarok, hát általában ugye mínusz egy százas volt, így az ára. Ja, mondjuk igen. Egy Samsung csúcshoz, egy LG csúcshoz képest, de ugyanaz a Snapdragon proci volt benne, oké, a kamera nem volt olyan durva, de az volt az olcsóbbik opció, amire ugye mondták, hogy ugyanaz, tudod, ugyanott készül, csak más van rá, meg ezek a hülye szövegek, de ez volt az a készülék, és most ott tartunk, hogy ugyanannyiba kerül szinte. Jogos. Tehát én most nem azt mondom, hogy ettől rossz lesz ez, vagy ilyesmi, csak azt mondom, hogy minden progresszívan drágább, és nekem az a véleményem, hogy nehéz egy új, mondjuk egy komfortzónából kizökkentő technológiát, mint egy okos szemüveg, mondjuk 350 ezer forintért drágának nevezni úgy, hogy valaki megveszi, és most mondom még egyszer, nem, tehát szó sincs, hogy nincs semmi baj ezekkel a márkákkal, valaki megveszi az 5 évvel ezelőtt még a kínai verziót ugyanannyiért, mint a nem kínai verziót. Akkor hogy nevezed, érted? Ez a nagy problémám. Érted? Meg eladják, tudod, ezekkel az üres dolgokkal, tudod, hogy innováció például. Beszélgessünk erről. Itt van mondjuk a nagyon jó példa, az új OnePlus. Igen. Az egy nagyon-nagyon-nagyon jó telefon. Végtelen baszó kijelző, ja. Nagy aksi, ami, hát azt mondják, hogy akkor teljesen a legjobb, hogy egy kicsit visszaveszel a kijelzőn, de nem ez a lényeg. De azért jó, van benne, mert baszó a kijelző. A formaterv az eléggé ilyen, hogy is mondjam, ilyen általános, de amúgy hát jól néz ki. Amúgy jól néz ki, egy csúcs telefon. Hol az innováció? Hát... Most ne beszélgessünk DCR-ről, a szebb dologról, mert ide hányok. De szerintük ott van egyébként, ez biztos. A marketing szöveg ami ugye kiderült a tesztekben, gyakorlatilag letónolja a színeket, és így ennyi. Ja, igen. Ami újdonság benne, és ami úgy néz ki, hogy lehet, hogy átragad a többi készülékre, az, hogy ugyanakkor a szenzort kapott a nagylátószögű obi. Amúgy igen.
Mert azzal szoktak jelvenni, hogy a kínai gyártók nagyon sokat innoválnak. Ja, meg hogy egy herccel le tudja vinni a képfrissítést, igen. De ezt tudja más is, nem? Nem. Nem? Ennyire nem. Én nem tudom róla, a Samsung biztos nem. Az de LTPO kijelzőből... Én nem tudok róla, hogy nem tudja herc. Más? Én nem tudok róla. Hogy... ebben igazad van, Medli, tehát a mobil piacon úgy unblock nincsen innováció, ez jogos. Csak mondom, az szokott lenni a szöveg, hogy ugye nagyon sokat innoválnak. Hát amúgy alapvetően a kínai gyártók tényleg innoválnak. De mit? Mármint, hogy tehát a kijelző ilyen... alatt 10 évre gondolsz, hogy hát ezekre. Hát na jó, de az ugye... Csináltak először, ezek, meg igen, meg most a kamerák is kísérleteznek. Hát igen, csak ugye ott van az a... Tehát az az információ, ugye, hogy igen, valami miatt ezek a technológiák mindig ezekben az eszközökben lesznek hát, kipróbálva. De tény, de legalább próbálkoznak. De biztos, hogy ők? Na ugye ez a nagy kérdőjel, hát... a mobil gyártói piacon már egy évtizede, hogy most a nagy gyártók próbálják le az új technológiákat az olcsó készülékekben, vagy sem? Mondjuk ez az Oppo OnePlus branch, ez nem tudom, hát ez egy különálló valami. Igen. Mert azért nincs köze a nagyobb gyártókhoz, úgymond. Nekik nincs, de ja, nem is náluk jelennek meg Hát az Oppo azért volt egy fiam, kijelző alatti új lenyomatolvasó, a szétnyitható kijelző, ami most így a paralell aksi töltés, meg ezek a cuccok, amik mostanában úgy innovációk nevezhetők, azok nem ezekben jelennek meg, hanem nem. Kijön az a... Meg a Xiaomi. Nem meg is Vivo. Xiaomi. Vivo. Vivo az. Sok esetben például kijelzőgyártó kreál egy telefont, ami így úgy néz ki, hogy hagyjuk. De abban van ugye először benne, mert azokon vannak lepróbálva ezek a dolgok. Nincs ezzel semmi gond igazából, szerintem. De, hogy is mondjam neked, mondom, nekem az a fura, hogy nagyon-nagyon sok ilyen technológia is már ugye ennyire drágán eladható. Uh-huh. Ez tény, igen. És akkor ahhoz képest most mi a drága, érted? Ez a nagy kérdés. Ja. Hát... Ez egy nagyon jó kérdés. Meglátjuk majd ezek mennyik lesz, de az biztos, hogy szerintem, hát ha nem is lehet, hogy hamarabb lesz a kínai gyártóknak okos szemüvege, mint az Apple-nek. Biztos vagyok benne. Hát már most van. Jó, hát persze, de hogy ilyen komolyabb, vagy valami igen, komolyabb gyártó. Igen. Hogy mi értelme, hogy le tud menni egy helyszere egy kijelző? Az az értelme, hogy rettentő sok aksit spórol azzal, hogyha mondjuk olvasol egy szöveget, ami nem változik, nem görgetsz, hanem így olvasol, akkor arra néhány másodpercre vagy 5 percre kimennyi adat olvasol ennyit, ugye? Mert ez igen, már ez kérdés. Addig ugye 1 hercen van a kijelző, mert nem fogyaszt annyit. Nem kell folyamatosan frissítse, mert egy dolog van ott, és képes erre, viszont ahogy átlépsz egy mondjuk egy videójátékba, vagy bármiben, vagy belegörgetsz az oldalra, akkor ugye felszökik, ugye, mert adaptív most már az összes kijelző. Ez egyébként egy hasznos dolog, és hosszú távon egyébként az aksi idő jobb lesz. Meg ugye a nagyon nagy innováció, amit tökre szeretnék látni az összes ilyen új prémium telefonban, az ez a paralell aksi töltés, ez beszarás. Hogy ez annyira egyszerű, mint a faék, bazd meg, mármint a gondolat, nem a kivitelezés, és mégis kurva nagy ötlet. Tehát, hogy azt csinálják, hogy mondjuk, azt mondják, hogy van egy 4000 mAh aksi, ami azért egy nagy aksinak számít manapság már, vagy pont, hogy normálnak, és akkor oké, ebben mi az innováció? Arra szól, hogy nem egy 4000 mAh aksi van benne, hanem 2000. Uh-huh. És amikor rárakod a töltőre, egyszerre töltődnek. Ez mit jelent? Kétszer olyan gyorsan tölt fel. Wow! Ennyi. És akkor azt kapod, hogy ilyen 25-30 perc alatt csutkára raksz egy telefont. Na ez baszó, ez kurvára tetszik, és olyan egyszerű, mint a faék. Hogy a faszomban nem jutott az eszébe senki. De most igen, ez tényleg jó. Na mindegy, de most már végre csinálják, és egyébként ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, nekem ez baromira tetszik, hogy most már egy csomó, azt hiszem, a Xiaomi-ba is benne van, a OnePlus-ba is benne van, az Oppo-ba is benne, nyilván igen. Szerintem az Asus ROG Phone-ba is ilyen az aksi. Ne, valami ilyesmi van, igen. Ilyen az aksi. Azt még nem nézted meg. Nem. Nem, jó, már emlékszem rá. De igen, itt van. Igen. Mindegy. Úgyhogy ez egy egészen klassz dolog, hogy ez most már így működik. Uh-huh. Ja. Úgyhogy ezek jó dolgok. Amúgy azt akartam mondani, hogy láttam, hogy valaki írta, hogy a OnePlus, új OnePlus-ban az a kamera van, amivel a Holdat fotózták, hogy annak a gyártónak a kamerája. Nem. A OnePlus-ban egy Sony szenzor van. Nem. Rá van írva, hogy Hasselblad. És
De igen, rá van, hogy Hasselblad, de az csak a szoftver. Igen, és a Hasselblad a következő 3 év a szoftveren fog dolgozni, hogy, hogy legyen mit magyarázzatok a Samsungosoknak, hogy a tiétek miért jobb. Igen, csak ez fontos, de amúgy... az nem egy Hasselblad nem. kamera, ami benne van, semmilyen szinten, hardware-ügyileg, csak a szoftveres részen a színeket, ahogy mondta is Pisti, a színtónusokat befolyásolja jobban. Igen, egyébként nekem a színei sokkal jobban tetszenek, mint a Samsungnak, csak mivel a ez Samsung egyetlen. Ugye még mindig túlszaturál, és a kijelző is egy eléggé túlszaturál dolog, őket nehéz lesz meggyőzni arról, hogy hát Hasselblad, nézd meg. De mondjuk, ha mellé teszed, a különbséget látni fogják. Biztosan. Igen. Nem merül a paralell aksi gyorsabban. Miért merülne gyorsabban? Attól, hogy valamiben 2 aksi van, az azt jelenti, hogy ugyanaz a dolog 2-szer annyit szív. Én nem is neked kéne fele annyit. És akkor? Akkor működne. Na. Hogy na mindegy is. Szóval érdekes technológiák ezek, én azt mondom. Nem állok feltétlenül pesszimistán előtte, csak ugyanúgy állok hozzá, mint a tegnapi témában, amit Balázsral beszélgettünk, érted? Hogy az emberek verik magukat a semmire igazából. Hát igen. Mert sokan. Valójában az okostelefon piacon tényleg nagyon kevés dolog történik. Egyébként én nem tudom, én pont nem így látom most. Na, ezek miatt a dolgok miatt, hogy folyamatosan látunk valami újdonságot, vagy valami, legalább valami új dolgot kitalálnak. Most a kamera optikát is próbálják megreformálni. Ezek mind olyan dolgok, hogy... De hogy legalább valamire előre mozdul, hát muszáj, mert ugye nem lesz marketing, tehát nem fog tudni eladni. Igen, de hogy pont most ezt éljük, hogy szerintem most vannak innovációk, eddig nem volt semmi. Csak állandóan ugyanazt a hardware-t raktál bele a telefonokba, és ennyi. Én őszintén, lehet, hogy nagyon hülye hangzik, és tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik. Én az egyetlen innovációnak tényleg ezt a szénhidratadó kijelzőt tartom. Uh-huh. Ami megint egy olyan dolog, ami tudod így alapjaiban meg tudja változtatni, tudod azt, ahogyan a telefonunkra gondolunk, hogyha ezt adaptálja a többi gyártó is, bár nem hiszem, hogy szerintem meg fog maradni ilyen csúcsmodellnek még nagyon lehet. Sok ideig, de én azt tartom annak, mert most azért, hogy a kamerát ott baszoktatod, meg mit tudom én, nem tudom, soha nem éreztem úgy, hogy annyira nagyon vízválasztó lenne a kamera, tudod, az embereknél. Mármint olyan szinten, hogy most már mondjuk azt mondom, hogy a top 20 telefonnak, vagy 30-nak, már azért olyan a kamerája, hogy tudod, így senki nem fog kiröhögni, hogyha feltöltesz egy képet Instagramra róla. Tehát nem ilyen kaputelefon, érted? Pedig amúgy pont ezen mennek a viták. Az emberek között. Kik között? Melyik akkor milyen kamerán van? De kik között? Érted? És ez a dolog, kik között? Mert érted, most azok az emberek, tudod, akik, mit tudom, hogy fórumokon vitáznak, a jobb kamera, nem ők a potenciális piac, nem nekik gyártanak. Érted? Tehát azért nagyon nehéz úgy találni olyan embert, aki mondjuk, mit tudom én, megvesz egy OnePlus-t, és akkor elkezd kardozni az emberek, hogy az övében a jobb kamera. Miért? Miért csinálja ezt? Hülye? Pedig biztos, hogy van ilyen. De miért csinálja ezt? Hogy az övében Hasselblad van. De nincs. Hát nincs. Érted? Tehát, hogy ki csinál ilyet? De ki csinál ilyet? Nem tudom. De biztos, de ki csinál ilyet? Kik beszélgetnek arról, hogy neked szarabb kamera van a telefonod, mint az enyém. Na, és így el kell kezdjük belemászni az arcodba, amíg nem mondasz valamit. Én nem tudom, hogy de én el tudok képzelni, hogy ilyen beszélgetések van. Na jó, de szerinted ez befolyásolja a piacot? Jó, hát ez nem. Ez nem. De amúgy tény, hogy a csúcstelefonoknak már szinte az összesnek kurva jó kamerája. Nagyon jó kamerája. Én azt gondolom, hogy tényleg, tehát arra, hogy a Én is beszéltem már ilyen emberrel egyébként, srácok, sok mindent el tudnék mondani róla, na mindegy, nem is ez a lényeg. Nehéz ügy ez, vannak emberek, akik tudjátok, ezekből a telefonos körökből nem tudtak kiszakadni, még mindig. Én nem tudom, pedig már nagyon-nagyon rég óta nem történik semmi olyan, mint annak idején történt, de az biztos, hogy Nehéz most már olyan innovációt csinálni tényleg, ami azt mondja, ami azt mondja neked, hogy meglátod valakinél a telefontól, és így anyád. Érted? Tehát most így, na, tehát nehéz ezért, tehát, hogy így most ránézel egy Instaképre, és így na, mivel fotóztad, bassz meg azt a kurva? Az Instaképet. Érted? Tehát, hogy ez hogy jön ki? Érted? Hát, az, hogy mit tudom én, vannak, akik tech videókat néznek, és kíváncsiak ezekre a különbségre, ez egy érdeklődési kör, ez egy szép dolog. Persze. Érted? És az átlagember, egyébként, mint kiderült, nem is fotóz túl sokat a telefonnal, de nem is az a lényeg. Tehát valami gyakorlatias innovációra szükség lenne, ez egészen biztos. Én többre tartom azokat az innovációkat, mint amiket mondjuk
A széknyitatós telefonokkal, vagy mint az LG Wing csinál, vagy hasonlók. Egyébként annál mint sem, hogy most azok érted, kijön egy 9. vagy 10. vagy 11. OnePlus, érted? Mm-hmm. Amit nem tudsz megkülönböztetni egy 4-jel ezelőtti Galaxy-tól, kinézetesen. Tehát pedig vannak benne jó dolgok. Vannak. Érted? Csak nem értem, hogy ők miért nem próbálkoznak. Most lenne itt az ideje. Hogy érted, így is nem egy van, ugye? Tehát van belőle több. Több. Hogy érted, miért nincs az, hogy tartanak, tudod, nem kell sokkal, tartanak két készüléket, ami tudod, telefon, uh-huh. megvesz a telefon, és a csúcsmodellel meg szórakoznak. Miért nem? Én nem hiszem, hogy nem éri meg. Azért, mert azok, akik eleve kifizetnek annyi pénzt a csúcsmodellel, szerintem ők amúgy is kalandvágyóak a techben uh-huh. annyira, hogy rámennének. Valószínű amúgy. Mert érted, nekik lehetne. Uh-huh. Nekik lehetne. Mert van az évről évre való fejlődés a technológiában, minden területén, ami elvárandó. Uh-huh. Tehát elvárod, hogy jobb legyen a kamera jövőre, elvárod, hogy gyorsabb legyen a processzor jövőre, elvárod, hogy jobban teljesítsen az aksi, jobb legyen a kijelző. Ezek elvárás, ez nem innováció egyik se. Persze. Innoválni az úgy innoválsz, hogy hű, bazd meg, mi a fasz? Tehát most az nem innováció, hogy nem ugyanaz az akkumulátor van benne, mint tavaly. Nem. Legalábbis nekem ez a véleményem. Az, hogy találnak okos megoldásokat, az jó. Igen. Az mindenképpen jó. Hát próbálkozna. Mi a tököm volt? Beindották kint az Etort. Te nem, is amúgy, olyan, mint egy hajszárító, vagy nem tudom. Amúgy olyan volt, mint egy porszívó. Egy nagyon nagy teljesítményű porszívó, de mindegy. Innoválnak odakint. Igen. Az a baj, hogy tudod, a fogyasztói oldalon olyan rosszul csapódik le egy csomó minden. Mm. Nagyon kevés márka van, aki arra buzdítja a felhasználóit, hogy menjenek neki a konkurenciának. Volt ilyen? Volt. Ne kerüljünk megint szarba, légy szíves. Volt. Inkább hallgassunk, és akkor az okosabb. Igen. Volt ilyen. Úgyhogy emiatt nem értem, hogy szerintem nagyon nagy probléma az, hogy 9 számról hív a Vodafone elmondani, hogy fizessek elő arra a tévészolgáltatásra, most is, amire elő vagyok fizetve. Köszönöm szépen. Még ezt nem tiltottam le, de lefogom. Mindjárt beszélünk ezekről a hívókról, mert vagy egyáltalán hogy van lehet tisztázva, oké? Okay? Mindjárt megbeszéljük. Ez nagyon jó. Szóval a lényeg, nem tudom, hogy miért nem tudnak meglenni egymás mellett a felhasználók. Érted? Uh-huh. Mert alapvetően próbál előre vinni minden technológia, de vannak bizonyos fordulópontok, ameddig nem történik semmi. Szeretnek a gyártók is úgy állni egymáshoz, hogy te szob be. Ja, hát hogyne. Inkább te szob be. Hogyne. Egyébként, ha megnézed, az Apple pont ezt a Safe Bet játékot játsza. Igen, a Samsung meg tökre nem. Igen, ő fullba nyomja. Ő fullba, tehát ő csinálja a robbantós telefon, meg a mindent, érted? Mindent beláll. De akkor is. Ja, igen. És csak lett egy épp kézláb kinyithatós telefon. Lett. Ami kurva drága, de működik és megy. Egyébként ezért kritizálják sokan az Apple-t. Miért? Mert régen bevállaltak ilyen dolgokat. Eleve az okos telefonnal, mint olyan. Őszintén, szerintem az volt az, és kész. De mondjuk amúgy, nem mondjuk, ha belegondolsz, az iPhone előtt is voltak hasonló telefonok. Tehát akkor is vártak, hogy mi a visszajelzés a piacon, meg az embereknél. Voltak, de olyan nem volt. De olyan nem volt, ez biztos, volt, csak hogy legalább az... maga a forma, meg az elv az hasonló. De ha visszaemlékszel arra az időre, az első iPhone, amikor kijött, azt meglátod valakinél, nem tudod, hogy mi az. Ja, persze, hogy olyan telefon nem volt, se formára, se semmire. Azóta, meg mióta megjelent az iPad, uh-huh. mert ugye az volt még egy ilyen elég igen. nagy forradalmi újítás, ami keci régen volt. Hát 2007 az iPhone, és 2010 az iPad. Uh-huh. Azt hiszem. Igen. Azóta nem történt semmi. Igazából. Évről évre volt egy elvárható fejlődés. Mondja egy dolgot, ami történt, tudod. Amit meg tudnál különböztetni, most ezelőtt uh-huh. beszélt, innováció vagy évről évre fejlődéstől? A telefonoknál. Hát amúgy tényleg a kinyithatós telefon. De az Apple-nél. Ja, hogy az Apple-nél. Hát. Egyre nagyobb lett a kijelző, amit ugye a trendek hát az iPad-ben a 127-es kijelző. Ami ugye már akkor volt. De az is inkább egy csiszolás. Maradjunk a telefonnál. Van, aki szerint az Apple Auto az egyetlen innováció, ami az iPhone-nal történt az elmúlt 13 évben. Zsír. Hát, mi történt a telóval? Egyre nagyobb lett a kijelző, igen. egyre jobb lett a kamera, egyre jobb lett az aksi, egyre gyorsabb lett a processzor. Ezen kívül mi történt vele? Jaj, várj! Bocsánat, megint megsértek a design. Nem, hát... De ezek, amit írtak, a Touch ID, Face ID, az nem? Azok nem innovációk voltak, ezek alapvetően... Végülis innovációk nevezhető a biometria, mint olyan, de...
Valamilyen szinten az, talán. Talán a Face ID, meg igen, mert ugye rendszer szerület. Már nem tudom, hogy ők csináltak először a Touch ID-t. Az új lényomat olvasót. Jó kérdés. De lehet, hogy előbb volt már, nem? Szerintem de, az előbb volt már. Ilyen Samsung telefonban biztos, hogy volt előbb. Nem hiszem. Nem? Vagy de? De, biztos vagyok benne, hogy nem az Apple volt az első a új lenyomat olvasóval. Vagy igen? Nem tudom, hogy ennyi idő alatt egyébként szerintem el lehetett volna olvasni kódexet az új lenyomat olvasókról, de... Na mindegy. Az első között voltak, ez tény. Az S4-ben nem volt új lenyomat olvasó. Ott a kijelző előtt hadonászás volt, ami azóta is benne van az összes telefonban, megváltoztatta a világot. Tényleg, az azzal jött be. Mm-hmm. Nézd, tudsz számot váltani. Ha hatodjára felismeri a kezedet. S5-ben volt az első. Aha. S6-ban volt először. Tehát az S4-ben volt S4, először, S5, az S5-ben S6. Volt először, és az S6-ban. Látod, ez olyan, amikor nagyon autókról jó. Beszéltünk. Mi a fasznak beszélgetünk telefonokról? Na mindegy, lényegtelen. 2004-ben volt az első, ott van, First Fingerprint Sensor Phone, Pantech. Jó van. Hát a Face ID sem volt ekte náluk, mert ugye a Windows Hello ugyanaz a technológia konkrétan, és azt tudtak. Igen. Na mindegy, nem is az a lényeg. Nem is de nehéz az, innovációt a telefon. Nem tudsz mondani. Nem. Sok, tehát hogyha a kinyithatós telefon nézed, akkor azt mondod, hogy az Apple-nél az elmúlt 15 évben, vagy 13 évben, bocsánat, nem történt semmi. A telefonnál egyre jobb lett az iPhone. Igen. Igen. Ennyi történt, semmi más. Hát talán szoftverben. Na de jó, az meg nem olyan látványos. Oké. De hát szoftverben... Nem menjünk bele a szoftverben. De szoftverben van. A kamera szoftverben meg főleg. Nyilván hát innováció. Nem ezt mondjuk, hogy egyáltalán is innováció. De az is a készülékkel együtt fejlődött, érted? Igen. Nagy hardveres innováció nem nagyon volt. Igen, de valójában a szoftver is érted. Jó, persze, oké, a szoftver fasza volt, ahogy fejlődött, de nem tudsz egy töréspontot mondani. Amikortól kezdve, úristen! Érted? Jó, az nehéz. Mert mit hívnak innovációnak? Fura egyébként, most olvasom itt a cseten, hogy mi számít az embereknél innovációnak. Hát, így nem csodálkozom, hogy utálják az Apple felhasználókat. Érted, hogy mit tudom én, innováció volt az iPhone-ok, mondjuk az Apple Wallet. Vagy az Apple Pay. Hát... Innováció, végül is. Innováció. De ezek szoftveres dolgok, megint. Tehát így, igen. Mi arról beszélünk, hogy mi az, ami így ránézel távolról, és így na, az mi a fene. Igen. Tehát olyan nagyon nem volt már régóta. Ezért mondtuk, hogy talán a kinyithatós telefonok, ha nem az Apple-t nézzük, az, ami az elmúlt években ilyen innovációnak lehetne mondani. Igen, mert én nem azt mondom, hogy én nem, tehát félreértetek, nem azt mondom, hogy ezek a fejlődések nem nevezhetőek innovációnak, vagy egy Face ID nem innováció, vagy egy Apple Pay nem innováció, de az, de én arról az innovációról beszélek, amit az emberek várnak. Mert ugye a nagy közönség azt mondja, hogy az Apple-el semmi se történik. Ugyanazt a szart adják ki minden évbe. Ezt mondják. Tehát akkor ehhez mérten keresném az innovációt benne, uh-huh. Ugye ugyanazt, amit ugye az emberek keresnének benne. Ja. Azért mondom, hogy nem innováció, érdekes. Hát érdekes, hogy kinek mi az innováció, de valakinek a vezeték nélkül töltés is az. Hát ez hatalmas, nagyon durva. Nem a telefonod van? Szerintem amúgy megint a definícióval vannak bajok, hogy rosszul magyaráztuk el, hogy mi az, amit mi keresünk. Mint innováció. Mi igen. Azt próbáljuk keresni most, nem azt, ami szerintünk innováció, hanem az, ami az átlagember szerint innováció az egész piacra nézve, hogy hogyan változik meg, amit elvárnának az emberek évről évre. Érted? De a vezeték nélküli töltés az akkora innováció volt, érted, hogy van a telefonod, és nem az van bedugva a falban, hanem a vezeték nélküli töltő. Hát igen. Egyébként ez mindig egy vicces dolog volt számomra. Én elröptem az agyam. Tehát, igen, leraksz, hogy azt arra egy vezetéknek, hogy ott az a kábel. Megváltoztatta az életemet. Ott a kábel. Olyan. De van asztalba beépített is, Jani. Amúgy az igaz. Az amúgy menő. Kurva jó. Mész vissza a repülőre magaddal az asztalt. És ennyi. És akkor ott is tudod tölteni a telefonot. Nem, de amúgy, na az jó. Mert akkor nincs ott a kábel. De mindegy. Igen. Igen. Vicces ez. Blood Easy, egyébként, hogyha a ROG Phone-t nézed, az biztos, hogy ez egy sokkal bátrabb egy valami. Ez tény. Tisztelni kell azt a hozzáállást, amit ők képviselnek most a ROG Phone-nal, mert igenis, azért elválasztja őket a többi készüléktől. Teljesen. Jó, mármint maga a készülék csoport, tehát a gamer telefonok eléggé messze mennek.
Tehát azt tudod, hogy azt, amit mondjuk a ROG Phone 5 Ultimate megcsinál, azt a büdös életben nem fogja látni az iPhone-ba. Biztos, hogy nem. Ami nagy kár, de talán az innováció. Az. Mert az tényleg a csúcs cucc. Igen. Érdekes ez, de hát én mondjuk megmondom őszintén, ezt már mondtam talán, hogy soha nem gondoltam volna, hogy az Asus így visszahozza magát a mobil piacon. Igen, és volt egy időszak, amikor én nagyon ilyen. Igen, és most egy csomó, tudod, ez a felnyílós, tudod, mi a genyó, az portrétkamera, vagy mi a tököm, tudod, ami az ja, is az egyik volt, igen, nem? Igen. Egy csomó ilyen cumót tettek volt, bele. Ja. Amik ilyen érdekesek. A Zenfone-ba volt, az tényleg. Igen. De szóval elég sok minden, tehát innováció történik. Mert mondom, a ROG Phone az egy kurva jó készülék. Tehát ez egy csúcs Android-os teló. Mindenből a top. Az, tényleg az. Ha nézed az árát ahhoz képest. Mennyi az? $1000? Hát ott körül van, hát talán az Ultimate az drágább. Hát na jó, de egy hasonló áru luxus telót, azt kifigyebb az meg a papír megsemmisítőn keresztül, tehát azt érted teljesítménybe. Ez nem kérdés. Hát ezt a tavalyi ROG Phone-os videóban is mondtam, hogy aki csúcs androidos telefont akar, egy eléggé opció. Akár játszik, akár nem. Igen. Rohadt nagy aksi. Meg hátra rakják, tudjátok, ezt a programozható kijelzőt, meg mit tudom én. Amik apróságok, de érted, annak több funkciója van, mint egy-két gimmicknek, amit így évről évre láttunk a... Persze. A telefonoknál, hogy mondjuk látod, hogy kihív, mikor fejjel lefelé van a telefon. Vagy mit tudom én. Az volt a jó, amikor még a Samsung az edge kijelzőket nyomta. Oldalról láttad, hogy anya hív a sötétben. Rózsaszínen világított, zölden, pirosan. Igen, nekem is hiányzik. Az innováció volt. Na jó, de az kellett ahhoz, hogy most legyen kinyithatós telefon. Akármennyire, hogyha végig gondoljátok. Igen. Az volt az első lépés, hogy meghallították a kijelzőt. Meg lehet. Azt manapság kellett. Meg már a tech videók, tudod, a tech videóknál, hogyha tudod, így lehajlik a kijelzőkét, az meg gáz. Igen, az meg gáz. Már jutottunk erre, persze. Eljutottunk arra szinten, végre. Hogy ilyen megfogalmazás vannak, hogy hajlik a kijelzőkét oldalt, de annyira nem gáz. De amúgy azért, mert basszus, rájöttek az emberek, hogy kurvára kényelmetlen fogni. Igen. Szóval igen, megint jön vissza egy kicsit ez a szögletes dizájn, mert jobban néz ki. Hát ez van. Nehéz ügy a technológiáról beszélgetni, azért, mert emlékszel, még annak idején beszélgettünk a Happy Hour-ben arról, hogy valójában azért vannak iszonyatosan nehéz helyzetben a tech gyártók, mert az emberek nem tudják, mit akarnak. Pontosan, amúgy igen. Meg most érted, a gyártók próbálnak évről évre fejleszteni valamit, érted? És akkor ha kinéznek a piacra, akkor azt látják, hogy a telefon bizonyos szinteken ugye megáll, mert vannak ugye a státuszfónok, és akkor az ember megveszi azt, annál is drágább, és akkor vége, tehát nem gondolkozik tovább, meg vannak olyan emberek, akik ölre mennek azért, hogy hallod, azért próbáljál már ki egy amit, meglátjuk, mit mondasz. Meg tudod, ezek a izék. Igen, és tudod, igen. De engem nem érdekel, hogy neked milyen telefonod van. Hát ez ilyen. Igen. Nem. Igen, átnézd majd, szóval én a Pineapple 64 font fogom most megvenni. Én azon gondolkozom, hogy Pinephone? Pinephone. Az mi az? Jaj, azon, Pisti, bizony, fullos Linux fut. Jaj, várjál már! Anthony nem nézte meg azt a telefon? De. Ő is megnézte a Linus Tech Tips-t. De nem teszed bele a SIM-kártyát? Hát, biztos lehetsz benne, hogy alig várom. Komolyan, elgondolkozom rajta, de aztán nem veszem meg. De a SIM-kártyát nem tudod, nem, azt nem teszed bele. Nem. Nem ügyeskedjél már. A Wi-Fi-n keresztül. Hát eleve, de az a baj, Pisti, hogy ha berakom a SIM-kártyát, kimegyek az utcára, bármit meghekkelek. Bármit. Érted? Azzal a telefonnal. Akár. Nem szabad beletenni a SIM-kártyát, mert egyből felhívják anyukád a telefonon, hogy menjen el Budapestre dalot fényképezni. Érted? Azt ott ülnek benne, érted? Pálynék, hogy hi, de Daru! Jó, mi épül? Amúgy szerintem nem kínaiak csinálták. Nem akarok kérséget mondani. De ez egy ilyen közösségi, open. De komolyan ez egy közösségi projekt. Én úgy tudom, hogy tehát ezek emberek finanszírozzák ezt az egészet, közösségi finanszírozzák. Azok a legjobb termékek, amúgy általában. Emlékszel arra a telefonra, tudod, mi volt az a Google, az a projekt, ami, tudod, amiben cserélhető tudom. Elemek lettek volna? Valami, mi is volt annak a neve? Ami a betűs volt az. A moduláris telefon, amiben ki lehetett cserélni utólag a proci, táját, kamerát. Nem emlékszem a hirtelen nevére.
De már kurva régen volt az... Az nagyon régen. Ara! Ara. De, nem. Az. Ne, az. Nem. Az ara, az más volt. De az volt, ara. Mondom, hogy valami a betűs. Nézd meg. Szerintem ara. Az volt a moduláris teló. Ez az. Ez, bocsánat, tényleg, ez akkor az, ez. Ez az, ez nem az. Mondanak más, nem volt más neve, jó, mindegy. Project ara. Ara. Igen. Amúgy... Igen. Én ezt nem is értem. Mindenkinek ilyen telefonja van. Én ezt emlékszem, sajnáltam, amikor ezt így dobta a picsába a Google, pedig amúgy szerintem ez menő lett volna. Jani, most mondom neked valamit, figyelj ide. Képzeld el a következőt. Ugye azt induljunk ki abban, hogy a gyártóknak élni kell. Az élést ők a pénzen keresztül élik meg. Igen. Oké? Okay? Oké. Okay. Ahhoz, hogy éljenek, minden évben el kell adni dolgokat. Na jó, érted? Igen. Most a koncepciód az, hogy van egy telefon, amit egyszer megveszel, mit tudom én, 100 000 pezetáért, uh-huh. de nem veszel jövőre 100 000 pezetáért másikat, hanem veszel hozzá 20 000 ilyet, 30 000 ilyet, lecserélgeted benne a dolgokat, ugye? Uh-huh. Ez a felhasználó oldaláról izgalmas, érdekes. Nekem az a véleményem, én élveztem volna, félre ne értsetek, és tetszett volna ez az egész koncepció. Nekem is. Ez egy kurva nagy fasság. Az emberek uh-huh. a Galaxy S20-ról, amikor átmegyünk az S21-re, ez ugyanúgy néz ki, bazd meg. Érted? Unalmas. Unalmas, azért nem fizetek. Gondolj már bele, az embereknek nem mozdítja előre az inger küszöbét, hogy új készüléket vegyenek. Uh-huh. Érted? Az, hogy pedig változik a cucc, meg igyekeznek. Most képzeld már, mennyi vágy alakul ki egy emberbe, hogy egy modulás telefont upgrade-eljen? Megint ugyanaz, mint tavaly, ahol csak jobb a proci. Érted? Hát te upgrade-elhetsz évente. És skinek is voltak ám. De mi az, hogy upgrade-elhetsz évente? Hát rakhatsz egy újabb moduláris cuccot bele. Na jó, de attól ugyanaz a telefonod. A telefon az embereknek nem a vágyát, akik hát. Minden évbe cserélnek, nem mozdítja előre, nem piac. Érted? Nagy ugyanúgy néz ki. Az, hogy az emberek azt is unják, ami nem ugyanolyan. Uh-huh. Kurva jobb azok, tavaly iPhone, hogy nézett ki, szar. Pedig én ebben láttam így, potenciált. És leszarod a technológiát, leszarod, hogy új processzor, új kamera, leszarod, ugyanúgy néz ki, fos. Ezért nem fizetek. Nem tudod, hogy hányan állnak. Pedig amúgy a szenzor, meg az optika gyártóknak is egy nagy piac lehetett volna ez. De én egyetértek, tényleg, én egyetértek veled. Uh-huh. De érted, hogy felhasználod? Én értem. Szerintem értem. Felmérték a piacot. Lehet. Érted? Ugye azt mondták, hogy túl unalmas ez az ember. És azt mondták, hogy... De látod, hogy ez történik konkrétan. Uh-huh. Hogyha a TikTok-os vagy TikTok-os módszert nézed, ugye, hogy egyszer van dizájnváltás, egyszer nincs, uh-huh. a ráncvával rá segítség izgat. Lehet. Tehát az már nem mozdít előre. Hát hányszor hallod egy bejelentés után, mindig még telefonról beszélsz, új a proci, új Z-kamera, minden új benne, minden új, ugyanúgy néz ki. Ezt szerintem rájöttek arra, hogy a célközönség annak a telefonnak egy nagyon szűk réteg. Igen, mert az emberek akkor cserélnek, most, tehát nincs olyan ember, akinek az előző Snapdragon csúcs proci nem lett volna elég. Persze. Hanem neki most a AAA-t kell, mert attól megbaszom, érted az édes anyámat, az kell. Igen. És azért vált telefont. Mert kevés neki az előző, és neki erre van szüksége, érted? Nincs. Nincs ilyen. Új design, megunta, vagy valami újdonság kell. Stb. Érted? Ez ilyen. Úgyhogy azért mondom, hogy az innovációra legalább minimális szinten igénye van az embereknek, és a moduláris telefonnal az volt a probléma. Hmm. Hogy nem volt meg. Igen, nem elégítette volna ki ezt a vágyat, hanem konkrétan azt elégítette volna ki, hogy ugyanabban a dizájnban tudod egyre jobban fejleszteni a hardware-et. Ez olyan, mint a Teslánál például, tudod azt, hogy lehet upgrade-elni a régi autót. Ja. Oké, okay, most mit tudom én, van egy összeghatár, ameddig úgy upgrade-elgeted. De én utána azt mondod, hogy mikor mondjuk már 4 éves az autó, tudod? Azért úgy tetszik az új dizájn. Hát, igen, amikor a dizájnt váltanak, az már. Úgyis cserélik a gecibe. Igen. Úgyis cserélik az emberek a gecibe. Te is tudod nagyon jó, hogy ilyen. Ez jogos. Ez ilyen. Az emberek, legalábbis jelenleg ez a trend. Lehet, hogy 10 év múlva, vagy 15 év múlva megint előveszik a Project Arát, és simán. Akkor már olyan lesz a mindset az a embereknek. A mindset az embereknek, hogy mondjuk, mit tudom én, védjük a környezetet, ne legyen annyi elektronikai hulladék, vagy faszom tudja, és legyen inkább moduláris telefon, nincsen folyamatosan új, és dobjuk a kukába az előzőt, és lehet, hogy a piac megváltozik, és akkor már érni fog valamit a projekt. Igen. Mármint a nagy közönség számára is. Mert amúgy tényleg Apple gyakorlatilag 2 éves ciklusokban ezt csinálja, mint egy moduláris telefonod lenne. Ezt, gyakorlatilag... Ugyanaz a dizájn megkapod, csak jobb. Annak idején a mit tudom én, mondjuk volt egy iPhone 6-od, a 6S, az gyakorlatilag az volt, mint a kicserélted volna benne a procit. Igen. A kamerát. Ennyi. Azt mondom, ennyi. Érted, és arra is azt mondta mindenki, minek? Fos!
Egyébként sokkal jobb volt az S, mint az előző, de lényegtelen, ugyanúgy néz ki szar. Itt szar az egész, nem normálisak. Steve Jobs óta semmi nincs. Halott. Stb. Ez látod, nem jön be. És egy modulális telefon meg egy olyan lenne, ami abszolút erre játszik be. Ez volt a baj. Jogos. Nem jött be. De figyeljetek, higgyétek el, a világ nagyokat fordul. Biztos. És minden projekt, minden technológiai projekt, azért mondom projektnek, amik nem végződnek termékbe, mindenkinek van értelme. Mert sose lehet tudni, hogy mikor kerül elő. Uh-huh. Amúgy megmondom őszintén, hogy például arra most az jutott eszembe, hogy egy ilyen telefon, ha olcsóbban ki tudták volna adni, tök jó ment volna szerintem egy ilyen fejlődő országban. Igen. Mert ott apránként tudták volna mindig ábbi. Jogos, de helyett mi lett a fejlődő országokban? Kis olcsó. Sokkal olcsóbb, nem moduláris nem telefon. Nem moduláris telefon, igen, az lehet amúgy. Mert azt ugye, ha beszedik, kirabod, azt a szolgáltatóra kapsz egy másikat, hogy még fizessél elő 4 milliárd forintot az 1 megás internetre. Igen. Mert abból van a zsé. Igen, igen. Úgyhogy ez ilyen. Úgyhogy igen. Érdekes látni a piacot, hogy hogyan fejlődik, és hogy próbál idomulni hozzá, de szerintem a gyártókat nem szabad hibáztatni, egyiket sem. Mindenki igényt elégít ki. A OnePlus is igényt elégít ki. Felmérik, így van amúgy, a usereket, igen. Ez kell. Tehát a OnePlus is látta azt, hogy vannak, tehát a OnePlus azért érdekes példa, ugye az első 1-2-3 OnePlus, az tényleg olyan volt, hogy tudod, akiket meggyőztek, uh-huh. a fanokról szólt a OnePlus. Ja, az teljesen. Tehát az nem egy olyan telefon volt, még most az, hogy bemész a Telekomhoz, hát és akkor ott van kirakva a Samsunghoz, és válasz. Szerintem nincsen. Vagy van? Nem. Nincs. Nem, vagy legalábbis régebben nem volt, az biztos. És egyszerűen ők a fanbase szolgálták ki. Ez arra épült az egész. És megalapoztak egy márkanevet, és egy márkanévvel már el lehet adni prémium készüléket is. Hogy és ennyi van? Az egész. Hát ja, régebben, hogyha emlékeztek, voltak ezek a OnePlus launch eventek. Igen, meg ilyen secret sheet, sorba lehetett állni, meg VIP pass, meg ilyeneket lehetett kapni, ja? Igen. De amúgy most is van ilyen. Most is. Még megőrizték ezt a dolgot, de már azért sokkal népszerűbb. Igen, igen, de ezt tolják, látod? De a piac változik, és idomul, és nekik is konzumerebbnek kellett lenni, és azt látták, ha egy márka azt látja, hogy egy csúcskészülékre rá lehet X pénzt kérni, akkor miért ne kérjen annyit érte? Mikor már megalapozta a nevét? Uh-huh. Persze. És ennyi. Szépen mennek utána. Úgyhogy igazából, ha nincs sok változás a telefonpiacon, az nem mindig azért van, mert nincs innováció. Most megint az Apple-re visszatérve egy pillanatra, 2007-ben jelent meg az iPhone, és 2010-ben az iPad. 2 évvel hamarabb volt kész az iPad, mint az iPhone. Igen, ezt utólag megtudtuk. Ott ült a polcon. Nem jött el az ideje. Ennyi. És amikor kiadták... És milyen okos döntés volt? Milyen amúgy? Okos döntés volt? Az volt. Hogy az emberek, asszimilálódjanak ezzel az érintőkijelzős cuccal, meg mit tudom én, mert rájöttek arra, hogy a telefont sokkal többet használod, uh-huh. Mivel hogy állandóan nálad van. És gyakorlatilag ugye átalakult a felfogásunk a technológiai eszközökkel kapcsolatban. Ilyen előfordul. Azt ne higgyétek, hogy a Samsungnak, az LG-nek, a OnePlusnak nincsenek meg az innovációi, nem tud kinyithatós telefon se, hogy a picsában ne tudna. Ezek mind olyan dolgok, hogy a kapacitásokat, a megtérülést és azt, amit a közönség úgymond elegendőnek tart, ezt balanszolják. Uh-huh. Nem azért nem jönnek ki ezekkel a dolgokkal, mert náluk nincs, vagy nem tudnak. Mert ez már nem így működik. Hanem úgy működik, hogy valaki kiad egy Uber baszó kamerát, Sony, a telefonban, és akkor jó, itt a pénz kell. Ennyi. Nem kell neked beülni, bassz, meg azt lefejleszted, hogy én feszebb kamerát csinálok. De hogy is? Megveszed a Sony-tól a picsába, azt meggyőzöd Xiangxit, meg Huangzut, hogy programozzanak már hozzá valami olyan kibaszott kamerapot, ami nem fagy le. Ennyi. Amúgy igen. De és akkor így, de jó. Nagyjából ennyi. Az is tudja, a hangot azt az egyedik el legyen, meg különben kopi. Igen. Egyszerű dolog. Ilyen ez. Ilyen ez. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen újdonságok leszek még. Uh-huh. Akár még idén is. Meglátjuk. A többi gyártó részéről. Igen, ez olyan tényleg, mint mikor valaki annyira szűklátókörű, tudod, hogy azt mondja, hát Sony ez a mobilpiacon, az leúszítja magát, tudod. Így mondják. Igen, van egy-két telefonjuk, mutatóba. Az más keresik gyakorlatilag, ilyen, de többszörösét keresik azzal, hogy minden telefon tőle vesz kamerát, meg lencsét. Hát hogy a fenében? Igen. Na, ez mind ilyen... Hát ez nem kérdés, hogy többet keres a kameraszenzorokból, mint a telefon eladásokból, szerintem ez sose volt kérdés. Igen. Szóval... Ez biztos. Szóval, én mondom, a piac szerintem
még mindig érdekes beszélgetni a piacról. A piac maga nem érdekes jelenleg szerintem annyira. Mm-hmm. Kivéve, hogyha ezeket a nagyon innováló telefonokat nézzük. De továbbra is beszélgetni még mindig érdekes róla azért, mert egyszerűen annyi ember van így eltévedve a világon ezekkel a telókkal kapcsolatban. Ja. Hogy tény. Van valami bizalmatlanság egy csomó gyártó mögött, hogy kifizetik az emberek érte a pénzt, de valahogy úgy érzik, hogy minden nap be kell bizonyítsák maguknak és másoknak is, hogy megérte. Ja, hát ez sok mindennel így van, nem csak a telefonokkal. Igen, tudom, csak most így eszembe jutott. De igen, hogy igen. Van egy csomó ember, aki tudod, én megvettem ezt a telót, és így. Én csak azt kérdeztem, mit kell szinni. Sokkal jobb, mint a többi. Mm-hmm. Mit iszol? Komolyan, ti ennél is jobb. De én nem mondtam nekem, akkor is. Tehát így, valahogy be kell bizonyítsák maguknak, az, nem tudom, egy csomó ember van, aki így jel. Nem értem, hogy miért. Nem tudom, pedig nem ez számít. És a harmadik mondat végére gyakorlatilag az, hogy ingyen kapta. Szinte. Örülheted, hogy megvette. Vagy nem tudom. Ja. Az Apple vásárlók ilyet csinálnának? Biztos, hogy ők is csinálnak ilyet. Lehet, most minden felhasználóról beszél. Lehet. Ja. Bár őszintén, tehát ott nem nagyon látom ezt a bizalmatlanságot, mert olyan szinten, hogy túlságosan népszerű a termék ahhoz, mint sem, hogy egy ilyen bizalmatlanság kialakuljon. Én arról beszélek, amikor egy olyan világban, ahol ha az utcán sétálsz, akkor vagy Samsung telefont látsz, vagy LG telefont látsz, vagy Apple telefont látsz, vagy mondjál még valamit, miket látsz mostanában, ami populár márka, az a baj, hogy elég. A Xiaomi. Vagy Xiaomi-t látsz, érted? Igen. És akkor mit tudom én, megveszel egy Pinephone-t. Na az. Hasonlóan drágán mondjuk, mint a konkurencia. Ez elég olcsó. Néhány telefonja. Most mondtam egy példát, igen. Érted? Hogy akkor tudod, tehát ami kiváltja belőled azt a bizonytalanságot, hogy te miért azt választottad. Pedig egy jó Pinephone-nal ki lehet nem tűnni a tömegből. A biztos. Meglátod, biztos. Úristen. Szóval én erre gondoltam, nem tudom most honnan jött az Apple vásárlók, mikor ugye annyira sok van belőle már az utolsó gyakorlatilag. Nagyon népszerű. Hogy lassan... Meg nehéz flexelni egy Apple telefonnal. Hát kurva nehéz flexelni egy Apple telefonnal. Gyakorlatilag a világpiac most azt mutatja, hogy aki nem tud választani, az azt veszi meg. Mert... Ja, igen. Mert igen. Így... Tudják, hogy nem bevált. A legjobb a piacon, de így... Bevált dolog. Ennyi. Kadika is. Faszom bele. Érted? És így ez van. Mert most már legalább annyira széles, tudod, a termékskála, tudnak olcsóbbat is választani. Szóval... Uh-huh. Az a baj, hogy... Nem tudom, nem hiszem, hogy megbízhatóság lenne mögötte. Egyszerűen az emberek így gondolkoznak. Hát talán most már a Samsung is kezd olyan lenni, tudod, hogy azért már a mögött is kialakult az a nagyon sok verzió, tudod, meg minden, hogy azért... Ott van arra, mindenféle. Hát de arról is kialakult az embereknek, tudod, már az a izé, hogy most nem attól félsz, hogy holnap beszarik-e vagy sem. Ja, az biztos. Tucat márka lett, megy majd a süllyesztőbe. Az a Apple? Micsoda? Igen, valószínűleg így van, igen. Úgy néznek ki most a pénzügyi adatok. Úgy, hogy megy a süllyesztőbe a picsába. Lefele. Ugye? Most egy ilyen kőkemény... Meg a Samsung is. Egy ilyen gazdasági völgyben van most, igen, az Apple. A Samsung is a Note 7 óta gyakorlatilag így csődbe ment. Teljesen. Megy a süllyesztőbe az. Megy a süllyesztőbe is. Ja, Istenem. Miért beszélgetünk mobiltelefonokról? Nem tudom. Miért beszélgetünk olyan dolgokról, amiről azt hiszük, hogy érdekli a közönséget, de nem? Nézd, valamilyen szinten érdekelt őket, de elég aktívak voltak. Szóval... Hát hogy ne? Hát ne hülyeskedj már. Hogy ne lettek volna aktívak, megy a süllyesztőbe? Süllyesztőbe megy. Srácok, egy dolog viszont nem megy a süllyesztőbe, az a Pinephone. Nem tudom, Janina 3 évente van egy gyártó, ami szerintem az megváltja a világot is. Ez és mégsem. Mondom, ezért közösségi. Határoztam el, hogy gyakorlatilag tudom, hogy nagyon gáz, de az a telefonja, amin emberekkel beszél, igen, ami már ezáltal kapcsolatban áll azzal, amit dolgozunk, az nem lehet ilyen telefon. Hát az nem is de az. De akárhány telefonod lehet. Persze. Csak nem tett bele a SIM kártyára. Hát igen. Most akkor mi van? Attól még ugyanúgy működik. Istenem. Megosztod a nötet. Amúgy igen. Igen. Az utcán ennyi. Is megy. Ennyi. Más szabály nincs. Ilyen volt régen a OnePlus. Visz, aki az OG. Az OG. Azt tudja. Az OG. A OnePlus volt régen, pontosan. Igen. Igen, azt is megvetted, milyen sokáig imádtad? Hát ez sokáig meg volt.
meg. Most is megvan. Ezt akartam mondani, hogy attól, hogy megvolt, basz meg. Most is megvan. Bár a múltkor bekapcsoltam, és nagyjából 20 percet bír az aksia, de működik. Jó, de régi. Nagyon régi, szegény. Nagyon de megvan régi, meg még. Kétszer volt felcsöltve. Az nem segít sokat. Nem kétszer volt feltöltve, sokáig használtam. Háromszor. Hát az sok idő, hát mennyi ez, vagy 30 óra? 40? Sok idő az. Az adta. Ó, Isten, srácok. Ez egy ilyen happy hour volt ma. De, tényleg akarsz még valamit mondani, Pisti? Mert mondtad, hogy valamit el akarsz mesélni, vagy ment ez holnap? El akartam mesélni, csak most Péter Simonnal akarnék domálni. Ne. Mit akarsz vele? Mit akarsz tőle? Még nem tudom. Ajaj. Lehet, hogy nem pont tőle. Ajaj. Lehet inkább valakitől akarok valamit, akit ismer. Na basszus. Ez gond. Mindegy, egyébként ezekről a hívásokról akartam beszélni, hogy és ez rövid tényleg, hogy bazzik, nem tudom elképzelni, hogy felhívnak bazd meg egy budapesti telefonszámról, felveszed a telefont, azt mondja, hello, ő a Vodafone ügyfélszolgálat, és ugye a tévé előfizetésemmel kapcsolatban akar beszélni. Na most egy, honnan tudjam, hogy ő az? Jogos. Most válaszoljatok már erre, most komolyan. Jogos. Honnan tudjam, hogy ő az? A tudakozó nem dob ki semmit arra a számra, a kihívott.hu, az igen, de az ugye nem egész egy hivatalos forrás. Tehát, hogy így... Honnan tudjam, hogy ő az? Jó, mindegy, belemész a játékba. Jó, mondjam, mit akarsz? És akkor mondja neked, hogy milyen előfizetés van. Jó, mondom, és mennyibe kerülne erre átélek? Hát, az el kell kérni az adataimat. Micsoda? Tehát felhívsz, hogy te vagy Gyurika. És azt mondod, hogy te a Vodafone-nál dolgozol. Honnan a faszomba tudjam? Holnap, bazd meg, felhívom valamelyik őtöket, hogy hello, a Vodafone-tól telefonálok, add már meg a születési évet, meg anyád nevét. Meg a neved. Meg a személyigazolvány számára. Meg a személyigazolvány számára, lehet 800 fontal olcsóbb lesz a net. De nem csak vele semmit dögöljek meg. Ez amúgy tényleg tök gáz. De hogy ez, ki a faszom mondja meg, bazd meg ezeket az adatokat? Hogy egyen, hogy kérik el? Milyen GDPR ez, bazd meg? Hol kell rákatítani, hogy elfogadom? Hát, amúgy telefeleltem olyan supporttal, aki felolvasta. Jó, bazd meg, és meddig ültél ott? Esküszöm, mondta, hogy ne haragudjak előre is, de kötelessége, 3 percen keresztül olvasta, hogy milyen adatokat közelnek. Felhív valaki. És el kellett fogadni, igen vagy nem. A végén el kellett mondjam. És ha nem, akkor lerakta a telefon. Ha igen, akkor meg beszéltél tovább. Na, én nem tudom. És visszahívni nem lehet őket. Persze, hogy nem. Akkor csak egy központi szám. Egy központi szám, ami berreg a fületbe. Hát ez ilyen. Szóval én nem értem. Én nem értem, hogy ez hogy működik. Vagy egyáltalán hogy gondolják ezt? Mondjuk ez igaz? Tehát, hogyha visszahívod, és kicsörög, és felveszi. De nem tudod visszahívni? De az nagyon gyanús. Érted? Tehát akkor valami fék ember az. Na jó, de ha felhív valaki telefonnal, és felveszed, akkor mit csinálsz? Hello, Vodafone vagyok. Várjál, visszahívlak! Most mi? Jó, persze, mi? Csak most mondom, muszáj hogy... minden áron valami ordinári fasságot mondani arra, amit mondunk. Jó, de hogy hát igen. Hát, érdekes. Valaki meg az URL, tényleg a linket mondja, hogy hol van az adatvédelmi nyilatkozat. Nem tudom. Nem tudom, fura ez a telefonos felkeresés már 2021-ben. És hívogat minden nap, bazd meg. Hívogat minden nap, mint hogyha pénzzel tartozik meg. De szerintem azért, mert neki ez kell. Hívogasson. Oké, de ha felveszem a telefont, akkor nem mondom meg neki, amit kér. Ha miért mondjam meg? Honnan tudjam, hogy ki ő? Hát igen. Tudod, mi van? Azt kéne csinálni, geci. Meg kell keresni ott valaki. Hívogatni. Egész nap. Hello. Nem. A digital hívlak. Nem, el kell tőle kérni a hanyas vagy. Hogy a megy számát. A gigabit hogy megy? Hanyas vagy. Azt kell tőle megkérdezni. Úristen, egyébként ezt el akartam mondani. Nem akarok semmilyen botrányt ebből meg semmit. De baszik, látta valaki azt a digi reklámot a tévében? Én nem láttam. Az öreg bácsival? Nem. Azt láttál? Biztos láttátok. Mi történt vele? Az igen, nem. Az a reklám? Mi történt abba? Mi van abba? Az a reklám olyan, mintha külföldi írták volna, és lefordították volna magyarra. De mert mi? Van egy kisfiú benne, igen? Aki elővesz, tudod, egy ilyen régi nyomógombos telefont. Igen. És kérdezi a nagyapját, hogy az mi. Igen. Érted? Ő megmondja neki, hogy hát tudod, kisunokám nem mindig volt digi. Azt tudom, mik az a régi telefonhoz. Érted? És akkor elkezdi mondani, hogy régen nem volt, most meg olyan ajánlatuk van, hogy most már van. És a gyerek meg kérdezi, hogy tényleg? Komolyan? És így, a gyerek, te azt kérdezted, hogy az a szar, mi a kezedben? Hát azt nem mondta meg.
Csak azt mondta meg, hogy behúgyozom. Ez ilyen. Ez nagyon gáz. Ha megkér minket, esetleg a cég nem fog, és ne haragudjatok, csak cinkelődök. Nagyon jó reklám. Megkér minket, a következő reklámunk az lesz, hogy te leszel a konyhában, mosogatsz. Mosogatni fogsz, érted? És én úgy fog tenni, mint aki készül a boltba, és megkérdezem tőled, hogy Jani, van még elég mosogatószer, vagy vegyek? Érted? És te odafordulsz, és azt mondod, hogy tudod, Pisti, a Digi olyan ajánlatokkal rukolt elő, hogy nem tudod elutasítani. És ez én jó. Meg így rád nézek, hogy tényleg? És kimegy az ajtón. Ez az reklám. Ez jó. Ez tök jó. Igen. De azzal mi van te? Vagy hogy? Nem nézte vissza semmit. Vagy elfogyott volna a mosogatószer, és azt mondtad volna, hogy nem volt mindig Digi. Igen. De hogy mi lett azzal? De mondom, olyan, mint nem lenne összefüggésben. Megnézem majd. Az eleje a Megnézem, azért is megnézem. Köszi a linket, látod, hogy valaki belinkelt, köszi. Csak én kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, hogy nekem annyira logikátlannak tűnt. Hát ettől függetlenül az ajánlat biztos, hogy ha tényleg ez van, amit mondtál így, akkor beszarom. Szerintem ennél egy kicsit durvább, de mindig nem is megnézem. Az ajánlat attól még jó. Gondolom, hát mert sokan használják. Biztos. Vagy mi? Bár most úgy hallottam, hogy... Hát, valami történik átalakulás. Valami apizonálás történik. Igen. Optimalizálódik a piac. Ja, hogy megjelent a négyig, és akkor vége van. Ilyen reklámokat nyomnak. Ezek mennek most. Piaci optimalizáció történik. Erőforrás kihasználást egy kiegyenlítik. Jó lesz baj, az. Nem baj. Jó csak, lesz csak viccezünk az. Itt. A mi véleményünk nem számít, ne bántsatok. 2026-ra magyar mobil lesz. Az Ananász Phone. Az lesz a neve. És nem, Paprika Phone lesz. Paprika, igen. Az lesz. Paprika Telefon. Úgy lesz. Az lesz most már. Az is lesz. És a Samsung fogja gyártani. Ennek itt a gyára. Na, srácok, tudjátok, mi csak arra vagyunk valók, hogy valami érdeklődésfelkeltést, ébredéshez szolgáltatott beszédet nyújtsunk így reggelente, nem kell minket komolyan venni. Nem. Minden reggel próbálok felbaszni embereket, és hála Istennek sikerül, és amíg sikerül, addig csináljuk ezt a műsort. Délután folytatjuk az It Takes Two-t Janival. Így reméljük, van. Hogy be tudjuk fejezni. Így van. Továbbra is elképesztő a játék, és remélem, hogy nektek is továbbra is nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy egytől ez lesz a program. Ezt fogjuk csinálni. Aztán meglátjuk, meddig tart, ameddig tart. Igen, és remélem, hogy ma az Instagramon meg tudom nektek mutatni a sztoriban emlegetett... Ami a szavazás alapján közepesen lett tűz az emberek számára. Igen. Nagyon megosztó lett. Az, hogy nagyon megosztó, az egy dolog. Igen. Én amúgy megmondom őszintén, hogy most eddig a pillanatig se tudom eldönteni, hogy ez egy cipő vagy egy szandál. Tudod, mi van? Nagyon nehéz megmondani. Tudod, mi van? Beszéltem mással is, aki ezt mondta. Tehát az, hogy valaki nem tudja eldönteni, hogy ez cipő vagy papucs. Vagy papucs. Azt megértem. Szandál. De az, aki szandálnak akarja hívni. A szandál pántokból áll, és szabadon van a lábujjad benne. Hogy lehet szandálnak levezni egy darab gumit? Hát ez simán elmegy szandálnak nekem. Akkor nem tudod, mi az a szandál. De van olyan szandál, aminek zárt az eleje. De akkor is pántos. Pántos. Ez tény, hogy pántos, igen. Hogy egy. Hát túl egy. Sok igen. Pánt van benne, na mindegy. Igen. Még, lényeg... még klumpának is egyébként előbb klumpa. Klumpa. Az is igaz, amúgy. Na mindegy. A lényeg, hogy Instagramon láthatjátok igen, már ezt a, ezt a csodát. Megpróbáljuk megmutatni nektek, hogyha sikerül ez a fantasmagória. Már csak azért is, mert a legutóbbi 450-es poszt az gyakorlatilag nekem megváltoztatta az életem. Nem és ez is megfogja. Nem viccelek, komolyan. Megváltoztatta az életem, az alaphangja megváltozott annak, ahogyan bizonyos emberek elkezdenek velem beszélgetni. Amiatt a cipő miatt, úgyhogy ez szerintem annál, ha megosztottság a kérdés, gázabb, úgyhogy kíváncsi leszek. Most azt akarom, hogy teljesen megváltozzon az életem. Igen. Amúgy az a cipőposzt, az nagyobb elérésre volt, mint gondoltuk. Igen, már majdnem kutya. Tehát amikor hozzám úgy jön a festő, aki az 50-hez közelít, hogy cipő, az a Pistek a cipő, az elég durva. Igen, vagy hozzánk az ide, durva. Vagy hozzánk ide úgy jönnek a klímás villanyszerelők, hogy így, merre van a konnektor? Ja, amúgy akartam mondani, hogy szépen rajtad, kibaszott ronda. Jólag, hogy amúgy hello? Igen. Mondom, az életem megváltozott csak amiatt, mert csináltunk egy olyan képet, hogy na nagyon, ez. Nagyon durva. Na most. Na ez. Ez most ki fogja baszni a biztosítékot amúgy. Na még ez. A villanyszerelődőknél is. Igen, nekem a feleségem azt mondta, hogy elgondolkozik azon, hogy külön folytatja az életét, hogyha ebben megyek az utcára. Ez tényleg így volt, amúgy ezt mondta. Ezt nem most mondta, hanem küldött nekem egy képet, amikor már úton volt ez hozzánk, hogy ezt láttad? Én meg így nézzük, hogy aha! Úgyhogy na. Ja igen, azoknak, akik szerint gáz, hogy az oknival hordják az emberek, hát ha azt akarod, hogy eldarálja gyakorlatilag az aki leszeled egy fél óra alatt, és kelések legyenek a lábadon, hordjon mezitláb.
Igen, nem annyira alkalmas mezitlábhordásra. Brutális tudsz. Én is azt hittem először, hogy mezitláb kell hordani, de nem. Nem, 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 az nem működik. Az nem működik. Ez zoknis. Ez zoknis, ez zoknis néma. Jaja. Na jó van. Izgis most a Liszája, mindegy, jó, no, no, no. Szevasztok, srácok, találkozunk miután egykor. Örültem. Sziasztok. Szevasztok.